A Kiskörösi Gazdakör Egyesület idén is impozáns standdal készül a 28. Kiskörösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napokra. A gazdaköri tagok részére augusztus 16-án a Hagyományok Házában rendezték meg a gazdaköri estet, melyen az eseményre történő felkészülést és a különböző feladatok elosztását beszélték meg. A szervező munkálatok vezetője Somogyi Zoltán elmondta, hogy az idei évben is nagyon komoly előkészületek előzik meg a gazdaköri stand felállítását. A koreográfia az már eléggé ki van taposva, tehát ugyanúgy pénteken föl fogjuk állítani a sátrat, pénteken délután elkezdjük a díszítéseket, hogy mire hivatalosan megnyílik a szüreti napok, addigra mi legyünk földíszítve, ahogy az elmúlt években. Utána lesz egy vendéglátás azoknak a gazdaköri tagoknak, meg azoknak, akik részt vettek a sátor díszítésébe, akik hozták a különböző díszítőanyagokat, kiállító termékeket, ezeket meg fogjuk ott este vendégelni. Szombaton reggel Békovács Pál készít egy lecsót a gazdaköri tagoknak és a vendégeknek, majd terménykiállítással várják az érdeklődőket. Minden évben 18-20 fajta szőlőt kiállítunk, őszi varasz, körte, alma, szilva, különböző, mindenfajta gyümölcs, amit nálunk megterem, ezeknek a kiállításait meg lehet tekinteni. Délben birka és marha pörkölt ebéddel, este pedig sült hurkával és sült kolbásszal kedveskednek a vendégeknek és az egyesületi tagoknak. A rendezvény zárónapjának reggelén Kecskeméti János készít majd lecsót, ebédre pedig hallével és pörkölttel készülnek. A gazdaköri standon az ételek nem kerülnek értékesítésre, megvásárolni kizárólag a kiállított mezőgazdasági terményeket lehet majd.